A második helyről Prostnak ki kellett állnia ebben a pillanatban. Az élen tehát maradt továbbra is Tambay, és itt látjuk, hogy Prost McLaren Porsche-jának defektet kapott, így aztán kerékcsere után kell majd visszaállnia, egyelőre nem tudni, hogy melyik helyre, hanyadik helyre. Az élen a sorrend tehát, a 15-ös Patrick Tambay vezet ebben a sárga autóban. Második helyen volt Prost, harmadikon Lauda, így Lauda van most a második helyen. Már aztán De Angelis és Nigel Mansell a két fekete arany Lotusszal. Mögöttük Derek Warwick a másik Renault-val. Őt követi a 28-as Ferrari-ban a francia Arnaud. A 7-es rajtszámú Prost most visszaállt a versenybe, és feltehetően újabb nagy hajrába kezd azért, hogy visszaszerezze régebbi helyét. A 7.-8. helyről küzdette föl magát Prost a másodikra, és amikor már hosszú ideje fejfej melletti csatát vívott a vezető Tambay-val, akkor került sor a defekt miatti kiállásra, illetve kerékcserére. Itt a hármas rajtszámú Martin Brundle-t Tyrrell Fordjával látjuk. Tambay továbbra is az élen, mögötte viszont ez a piros-fehér Niki Lauda. Itt ez a másik pedig Prost. Prost alig, hanem egy kör hátrányt kapott, most a 11. helyre tudott csak visszaállni. Tambay most az élen. És Niki Lauda szorosan a nyomával lol. A verseny egyébként 80 körig tart, ez a 80 kör. 304 kilométer, egy kör 3800 méter. A 70. francia nagydíjat futják most, az elsőt 1906-ban futották. A világon az volt az első autós nagydíj, és érdekes, hogy magyar versenyző nyerte Renault színekben. Tisz Ferenc személyében. Ez a versenypálya egyébként itt Dijon mellett, Dijontól mintegy 15 kilométerre, 1972-ben épül csak. Meg 30 kör után a versenyben az élet csoport helyzete. Tegnap egyébként végig esett az eső, így egy edzés eredménnyel álltak lényegében rajthoz a résztvevők. 26 kocsi indulhatott el. Az első helyről Patrick Tambay, aki most is vezeti a mezőnyt. Tambay, akit itt látunk a 15-ös rajtszámmal, mögötte szorosan Niki Lauda. 1 perc, 2 másodperc, és még valami töredék halad futotta a legjobb edzésidőt. Itt ennél rosszabb eredményeket ér el, de még mindig ő vezeti a mezőt. A szakértők kiszámolták itt, hogy egy-egy forma egyes világbajnoki futamon, mint egy 21 ezer lóerő dübörög. Annyira felerősödtek már a motorok. Persze van most egy trükkje a dolognak, ezt Jean Balestre, a Nemzetközi Autósport Szövetség francia elnöke találta ki. Mégpedig azt, hogy limitálta a
felhasználható üzemanyagot. A legjobb kört eddig Prost futotta 1.06.808-al. Ez, mint látják, 209 kilométer fölötti átlag, ami ezen a pályán is nagyon jónak mondható. A versenybeli körrekordot 1.07-tel tartja egyébként Prost, aki, mint már a képen láttuk, kiállni kényszerült, de aztán újra vissza tudott állni a versenybe. Niki Lauda üldözi Tambayt. De visszatérve a limitre. Egy versenyre 220 liter benzin szabad fölhasználni a versenyzőknek, egy-egy autónak. Ezért aztán nem mindegyik autó tudta megőrizni korábbi ütőképességét, hiszen a Renault-nak mintegy 300 liter benzinre lenne szükségük ahhoz, hogy valamennyi erejüket, teljes erejüket ki tudnák fejteni mind a 300 kilométeren. Arnaut látjuk a 28-as rajtszámú Ferrari-ban kereket kénytelen cserélni. Az ötödik helyen állt, tehát ő is hátrább csúszik most. Az élen a sorrend Tambay, Lauda, De Angelis, Warwick és Arnaut helyett most már Keke Rosberg van az ötödik helyen. A mezőnyben úgy szólván az egyetlen olyan turbomotor, a Porsche, amelyik ebben a piros-fehér McLaren Marlboro autóban fut, amelyiknek elég a 220 liter a maximális teljesítményének a kifejtéséhez. Egy számú, azaz a 16-os rajtszámú Derek Warwick a második Renault-val áll a boxba, szintén kereket cserél. Elképzelhető, hogy a pálya egyik csücskén esik talán az eső, de nem, ide is sima felületű száraz útra való gumit tesznek föl, tehát csak elkopott, vagy bizonytalanná vált. 14,89 század másodperc alatt cseréltek négy kereket Warwicknak. Niki Lauda nyilatkozta egyébként a verseny előtt, hogy végre visszatérése óta először ebben az évben megnyíltak előtte is a világbajnokság megnyerésének az esélyei újra. Most ehhez méltóan is verseny az a kétszeres világbajnok. Akinek új könyve egyébként most jelent meg a verseny előtti napon franciául, a Turbo évei a címe, és a turbomotorok eddigi pályafutásáról és a velük való versenyzésről ír nagyon érdekesen Lauda. Az élen még mindig Tambay. Nyomában Lauda. Ennek a dijoni pályának van egyébként már magyar vonatkozása is. Mégpedig az, hogy az itteni tribünök egy részét, pontosan 10 000 ember számára szolgáló részét, azt már magyar szakemberek építették meg itt a helyszínen, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon meg vannak elégedve a munkájukkal. Ernest Huppert, az az osztrák versenyrendező, aki itt Franciaországban, Dijonban is rendezi ezt a világbajnoki futamot, és aki az esetleges budapesti Forma 1-es futamot is rendezni a Kira társaságból természetesen. Elmondta, hogy a Techno Impact és a Compact vállalattal közösen és a debreceni gördülőcsapádgyár egyik részlegének, azt hiszem a Balmazújvárosi részlegének a közvetítésével épültek föl itt ezek a tribünök 10 000 személyre. Szeltébe 12 személyre
épülnek majd, és még egyéb rendeléseik is vannak.